Szeretettel üdvözöllek, Orsi. Újfent itt vagyunk a Tök Fesztiválon. Hányadik alkalom? Ha jól számolom, akkor 9. alkalom, de ez nem egy teljesen autentikus hír, mert valaki azt mondja, hogy már 13. alkalommal vagyunk itt. Én azt mondom, hogy hivatalosan dokumentálva ez a 9. Bakony-Szentlászlói Tök Fesztivál. Igen, Tök Fesztivál. Miért fontos ez, vagy honnan jött ez a Tök Fesztivál? Annak idején ti kezdtétek ezt el? Igen, volt egy olyan kezdeményezésünk, amiben minden áron szerettünk volna egy égő töklámpás rekordot dönteni, és van is egy olyan levelünk, amiben Magyarországon az egyszerre világító töklámpások száma Bakony-Szentlászlónak van könyvelve, úgyhogy rekorderek vagyunk ebben a kérdésben, és ennek a hagyománya az, hogy onnantól kezdve, hogy ezt a rekordot beállítottuk, minden évben megpróbáljuk önmagunkat überelni, természetesen nem annyira célcentrikusan, hanem inkább csak az örömben, az együttlétben és a kiváló töklámpások faragásában. Tavaly évet is volt szerencsénk végig kísérni kamerákkal, idén is itt leszünk. A megtapasztalás az a tavaly év kapcsán is, és több rendezvény kapcsán is, hogy itt igen-igen összetartóak az emberek, összegyűlnek, mindenki szereti egymást, ugye? Igen, mondhatjuk, hogy mindenki szereti egymást, aki itt van a helyszínen, a rendezvényen. Úgy gondolom, hogy ez mindig a léleknek a rendezvénye, és elsősorban feltétlenül a gyermekek rendezvénye. A Tök Fesztiválhoz azért is ragaszkodunk, mert talán ez egyetlen olyan rendezvény, így a gyermeknapon kívül, ahol a gyerekek önfeledten, egymással, egymásért, kicsit ugyan versengve, de mégiscsak együtt tudnak tölteni egy kellemes délutánt. Az idő általában kedvez, most is, hála Istennek, és úgy gondolom, hogy az összefogás az ott mutatkozik meg, amikor az emberek a szabadidejükből, a saját erejükből, a saját privát szférájukból, a családi időből áldoznak arra, hogy egy nagyobb közösséget még jobban összetartva együtt tudjanak lenni. Hello, szia, üdvözöllek! Fúrógéppel jöttél! Azzal bizony! Hát a lukakat kifúrtam a tüskéknek, úgyhogy muszáj. Mutasd, mert még légy szíves, mert... Sűn lesz, még igazából nincs kész, úgyhogy ezért kellett a furó. Gyakorlatilag a tök magot raktátok bele. Így van, így van. Az lesz a tüskéje. Ez az újrahasznosítás. Felhasználunk mindent belőle. Jó, hát akkor további jó munkát, ez már nagyjából úgy kész is lesz. Igen, 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 igen. Úgyhogy bízunk benne, hogy a fény is átjön rajta, úgyhogy levágtuk, és ugye ki van belezve igazából, úgyhogy majd a lukakon majd remélem, hogy átjön a... Igen, és van egy kis helyre szemöldöke is. Igen, igen, van. Még egy kis alakítása fér, de most már azt hiszem lassan kész lesz. Pár szót már váltottunk előtte, hogy ide jöttem hozzád. Milyen egyesület vagytok ti? Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron megyei egyesülettől vagyunk itt, Bakony-Szentlászlón. Miért volt az fontos, hogy itt képviseltessétek magatokat? Hát elsősorban több tagunk is van Bakony-Szentlászlón, hát remélem, hogy itt is találkozunk velük. Nyilván, hogy fontos a személyes kapcsolat, nagyon fontos a személyes kapcsolat akár az önkormányzattal, és hát egy jó barátság fűz bennünket a szervezőkhöz, és meghívást kaptunk, amit nagy-nagy örömmel elfogadtunk. Igen, és akkor ti is faragtok tököket, ugye? Jól láttam itt az előbb. Tököt faragok, és nagyon jó érzés. Igen, és mi lesz ebből? Mutasd meg egy kicsit a kamerán. Hát mi... Egyet faragtunk. Egyet már faragtunk, most jön a második. Nos, itt az előkészületek vannak, ugye levágtad a tetejét, ezt így kell csinálni? Igen. Nem értek hozzá, hogyha elmondanád, mi lesz a következő munkafázis? Körbe kell, vagy cicakozzuk, és úgy is lehet körbevágni, vagy cicakba. Úgy is lehet, hogy bele szúrunk bele karikákat, úgy is körbe lehet vágni a karikákat, hogy megrajzoljuk filccel, hogy aztán úgy lehet. Nagyon jó, és késsel is kell dolgozni? Igen. Nem veszélyes? De. De egy picit vagány is, ugye? Igen. Látszik a szemeden. Jó, hány tagja van az egyesületnek? 3300 tagja van az egyesületnek, szerte a megyében. Egyébként Bonyai Hunor az egyesületünk gyereke, csak úgy hívjuk, az édesanyja nálunk dolgozik, egyedül neveli a
kisfiát, és hát mindenhova jön velünk. Viszont ő szociálisan most már érzékeny és abszolút integrált kisgyereknek számít, és remélem, hogy itt a többi kisgyerek is látja, hogy mindenféle emberek vannak, sérültek, kik rosszul mennek, kik kevésbé rosszul mennek, és hát ez is egy fontos momentum ennek a Tök Fesztiválnak, hogy a gyerekek találkozhatnak sérült emberekkel. Sérültekről beszélünk. Mennyire kényes szó ez mondjuk egy sérültnek, aki mozgásában korlátozott? Hát én úgy gondolom, hogy nem kényes, hogyha ugyanúgy bánunk velük, mint egyébként az egészséges embertársainkkal. Nincs különbség, úgy gondolom. A feltételeket kell megteremteni a sérülteknek, kvázi a fizikális akadálymentesítés és egyéb már akadálymentesítés. És itt látom Bakony Szent Lászlón, nagyon jól sikerült az akadálymentesítés, és hogyha mi el tudunk valahova jutni, akkor gyakorlatilag mi is egészségesek vagyunk. Mert én úgy gondolom, ha az egészséges embereknek építünk lépcsőt, akkor a sérülteknek megépítsünk rámpát, amit tudnak használni. Én nem gondolom, hogy különösebben más odafigyelést igényelnének, csak azt, amit egyébként másnak is megadunk. És azért néha nagyon jó átnézni a túloldalra, én úgy gondolom. Ezt nagyon szépen mondtad, hogy átnézni a túloldalra. Ez is egy átnézés, hogy itt vagytok gyakorlatilag, és látjuk azt, hogy igen, vannak más képességű emberek is, mozgásában korlátozott képességekről beszélünk itt, és ugyanúgy részt vesztek egy ilyen eseményen, ugye? Így van, ez nagyon jó dolog. Mi is átnézünk a túloldalra, jól érezzük magunkat, már jól érezzük magunkat Bakony Szent Lászlón, többször jártunk Vinyén ott, és nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon szeretjük a Bakony, még sérülten is el tudunk jutni bárhova. Egyébként én a fiam révén vagyok érintett, én egészséges vagyok, a fiam 4 évesen lett mozgáskorlátozott, és úgy találtam ide, én jobb ember lettem azáltal, hogy közöttük élek, közöttük vagyok, közöttük élem a mindennapjaimat. Szeretem őket. Mi az útirány.hu egy turisztikai oldal vagyunk, és ha már turisztika, akkor lehet, hogy merész vagy bátor kérdést megkérdezni. El szoktatok menni erdőt nézni, kicsit elcsendesed? Igen. Hát most már szerencsések vagyunk, mert például Győrben az egész Rába part akadálymentesen el lehet jutni a Püspök erdőbe, bárhova, és itt a Bakonyba is nagyon sok hely már akadálymentes, és a nagy örömünkre szolgált, hogy Vinyén próbálnak akadálymentes szállásokat kialakítani, amiben kérték a segítségünket, és hát reményeink szerint hamarosan el tudunk jönni és kirándulni, akár a Cuha patakon átmenni, mert fantasztikusan megoldották, és könnyebbé tették ezáltal az életünket. Ja, hát örülünk, hogy itt vagytok, és akkor jó tök faragás, és kíváncsi vagyok az eredményre, bár gondolom nem az eredmény számít. Nem számít az eredmény, a lényeg, hogy hunorral mi itt faragunk, jól érezzük magunkat, és hát az egész csapat itt van. Melyik a legnagyobb mosolyod? Tehát most hogy érzed magad, ezt légy szíves, így fejezd ki, mosolyod. Hát nagyon jó. Mosolyog. Ezt szerettem volna kérni, és akkor még nézzük meg azt a töklámpást, ami kész van. Azt kifaragta. Edith néni meg én. Nagyon ügyesek vagytok. Köszönöm. Tavaly is elég nagyszerű munkák születtek. Láttad már, vagy körbejártad egy picit, láttam, hogy ott voltál a tökfaragoknál. Mire számítasz idén? Én elsősorban arra számítok, hogy senki nem fogja megvágni a kezét. Ez egy nagyon fontos dolog, én ezért fohászkodom minden egyes tökfesztiválon, hogy sértetlenül kerüljön ki mindenki. Ez egy eléggé veszélyes dolog. Aki nem próbált még tököt faragni, keményhéjű tököt faragni éles késsel, az nem is tudja, hogy mennyire gyorsan megvan a baj, de lekopogom gyorsan, hogy ne legyen semmi probléma. Azt várom, azt szeretném, hogy élménnyel teli gyermekek menjenek innen haza. Arra számítok, hogy legalább olyan szép pályamunkák fognak születni az idén is, mint tavaly születtek, és majd amikor meggyújtjuk sötétedés után a mécseseket a kis töklámpásokban, akkor azt gondolom, hogy ez egy szívet melengető, gyönyörű érzés lesz mindenkinek, mert nem a győztesek, vagy nem a legszebbek, vagy nem a legcsodálatosabbak most a lényegesek, hanem az, hogy mindenki jól és kellemesen érezze magát ezen a délutánon. Nagyon-nagyon megy a munka, látom, késsel dolgozol. Nem veszélyes? Nem.
Van rutin? Otthon gyakoroltál? Igen. Mit, tökön szintén? Igen. A hányadik tök fesztiválotok ez? Nem tudom, kicsit. Harmadik talán, emlékeim szerint igen. Jó, akkor most már nyilván sokkal felkészültebbek vagytok. Van valami újdonság, amit most csináltok? Igen, ennyire bonyolult mintát még nem hoztunk ide, eddig egy sokkal egyszerűbb volt. Jelenleg egy pókot próbálunk itt kifaragni. Most már a bevágások megvannak, most már csak ki kell venni így a kihulló részeket. Úgy látom, hogy a fizikai megvalósítás férfi emberé, a szellemi az meg a hölgyé, ugye? Igen, általában így szokott lenni, én kitalálok valamit, apa pedig megvalósítja. És mindig megvalósítja? Ez esetek nagy többségében igen. Volt már ilyen, hogy mosogatni kéne menni, és akkor nem valósította meg? Nem nagyon fordul elő, hogy neki kéne mosogatni. Jó, hát ez egy nagyon jó válasz volt. Egy kicsit, ha nézzük már meg, hogy mit kreáltatok. Letöltöttétek valahogy, lerajzoltátok? Hát az internet némi segítséget nyújtott számunkra, de valamilyen szinten azért próbáltam egy kis saját ötletet is belevinni, úgyhogy ez egy pók lesz a hálójában. És lerajzoltuk papírra, szépen ráformáztuk itt a tökre, és most a kivágása fog megtörténni. Én most egy picit arra is kíváncsi lennék, hogy amikor ezt kitaláltátok, esténként leültetek, beszéltetek róla. Itt a tegnap esti történet. Akkor ez egy elég gyors ötlet. Hát igen. Szóval akkor nem volt, ezen vita sem volt. Nem. Nagyon könnyen beadtad a derekad. Nem volt esetleg neked más ötleted? A tervre? Nem. Apa megvalósít. Jó, hát akkor jó szórakozást kívánok hozzá. Apudék, anyudék megmutatták, mit csinálnak. Ez mi lesz? Látom, hogy egy elég összetett dolog. Négy denevér lesz, meg egy macska, aki megijedt a denevérektől. Ja, te egy konkrét történetet varázsolsz oda. Igen. Akkor meséld el még egyszer, tehát akkor van egy macska. Van egy cicánk, meg négy denevérünk, és a cica megijedt a négy denevértől. Erre faragjál jövőre egy mesét, jó? Egy komplettet, jó? Oké. Okay. És akkor elmondod jövőre. Jó. Jövőre itt leszel? Igen, mindenképp szeretnék jönni. Tehát annyi történt itt közben, miközben készítettem a riportokat, hogy te oda szaladtál hozzám, hogy akkor született egy mese, ugye? Akkor úgy kezdődött a mese, hogy egyszer volt, hol nem volt. Volt négy denevér, akinek volt egy barlangja, onnan kirepültek, és megláttak egy cicát, aki pedig egy házból jött, és a denevérektől félt a cica, ezért nagyon megijedt a cicuska, és egyből haza is futott a házikóba. Itt a vége, fuss el vére. Nagyon ügyes vagy, és köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk, úgyhogy le a kalappal. Köszönöm szépen. Mindenki kap valamit, sok-sok mosolyt minden esetre a gyerekektől. Bevésődik azért ez egy gyerek életébe, akinek esetleg ki van világítva itt a tök lámpása, és egy csendes percet tölthet előtte, ugye? Igen, mindenképpen azt gondolom, hogy ez az a rendezvény, ami mélyen a szívekbe vésődik, mert nagy szeretettel készített, gyönyörű munkák, nagy szeretettel vannak körbe ajnározva így a rendezvényünk végén, hogy ezt a szót használjam. És azt hiszem, hogy ezt tavaly is elmondtam, de idén még jobban el tudom mondani, még nyomatékosabban, hogy nagyon sok külsős más településről, az ország más tájáról ezt az időpontot választja Bakony-Szentlászló célállomásként a Tök Fesztiválunk miatt. Hogy a családjával azért jön a négynapos ünnepbe Bakony-Szentlászlóra vagy környékére, hogy ezen a rendezvényen a gyermekével részt vehessen. Ennél nagyobb jutalom a turisztikai egyesület számára nem kell. Szia! Mit alkotsz? Mondd el, mi lesz belőle? Hát ilyen mosolygos fejű, mondjuk úgy, ilyen kicsit hiányzik a foga. Hát ilyen boldog fejű tököt fogok faragni. Fontos, hogy boldog legyen? Igen. Nem szeretek gonosz fejeket rajzolni, mert az ilyen kicsit ijesztő, és én azt nem igen komálom. Egyet már véletlen lejtettem, úgyhogy inkább ezt inkább ilyen mosolygósabb. Jó, mennyit gondolkoztál az ötleten?
Hát tegnap jutott eszembe, hogy valamit kéne ugye faragni, és tegnap jutott eszembe az is, hogy lesz tök fesztivál. És ugye néztem a Google-n egy ilyen képeket, igaz beroncsolódott, nem mindegy, és hát így csak úgy jött. És így kiválasztottam ezt, és ez lett. Jó, tőled is megkezdem, fontos, hogy helyezést érjél? Hát nem, nekem azt számít, hogy jól érezzem magam, meg annak is örülök, hogy egyetlen itt lehetek, és én nekem nem azt számít, hogy ugye nyereményt kapjak, meg helyezést érjek el, hanem az, hogy jól érezzem magam. Itt vannak barátok. Igen, nagyon sok. Igen. Igen, itt van mellette a barátnő. Te is mondd el, légy szíves. Látom, addig eljutott, hogy kiszedted a tetejét. Hát már... Igen. Elég jól állsz, ez nagyjából már szinte kész is, nem? Igen. És, de fordítsd már ide egy kicsit a kamerához, csináljunk róla egy selfit. Így emeld a fejed mellé. Hogy érzed magad? Jól. Ez a lényeg. Na, sziasztok! Itt van a pasi szakasz, igaz? Mit csináltok? Lesz valami különleges? Fej? Potro? Nem nagyon. Nem nagyon? Barátok vagytok? Rokonok. Megbeszéltétek közösen, hogy mit csináltok? Igen. Ide valók vagytok, Szent Lászlója. Igen. Mesél róla, lesz neve? Hát nem. Nevezd el, most kitalál, segítek. Hát, félszemű rabló. Félszemű rabló? Igen. Nézzük meg a félszemű rablót. De a félszeme, a félszeme van, azt látom, az rendben van, de hogy az egyik, a másikat is kivágta, csak benne van a helyén. Igen, hát benne hagytam most. Kivehető? Igen. Akkor ez olyan, mintha üvegszeme lenne. Aha. Na, itt egy egész komoly dolog történik. Gyakorlatilag még a héját is lefejtetted az egy-egy fogról. Igen, valószínűleg, hogy ez, ha megvilágítjuk, akkor az itt át fog tetszeni a fénytől, mint ahogy most is talán látszik a napsütéstől. Bízunk benne, jó fog látszani a gyertyafénynél. Az ötletet honnan szedted? Hát, természetesen nem az internetről, én csak a megvalósító vagyok. Szintén Zeni, hol a kedves nél? Én az aztán az egész családom. Tehát... Akkor apa dolgozik, de hát ti is csináljátok. Igen. Anya ötlete után mentek ti is, gyerek? Igen. Nem volt valami saját ötlet, hogy és lebeszélt róla anya, hogy na, azt nem? De volt. Hát most azt csinálom. Na, hát akkor egy kicsit... A Dávid szobor, nem? Csak itt megvalósíthatatlan. Ilyen... Ez ennyi. Tehát a Dávid szobrot találtad ki, csak aztán mégse. Igen. Tökből azt elég nehéz lenne ugye megfaragni. Emeld fel, légy szíves, mutasd meg, hogy állsz vele. Mosolyog. Igen. Pontos? Nem, de majd nem fog, ha kivágom. Nem fog mosolyogni, ha kivág? Hát, mert most vámpírfoga lesz. De akkor is végül is fölfelé konyul a szája, ugye? Igen. Most ez egy ilyen vidám vámpír. Igen. Maximum az nem mosolyog, aki majd meglátja. Igen. Otthon általában én csináltam mindig, most bevontam a családot, hogy most már ők is nagyok, és most már kicsit a férjem is vegyen részt a dologban, úgyhogy most közösen csináljuk ezt meg. Vegyen részt a munkába. Így van, családi munkamegosztás van. Akkor üzenjük neki, hogy ezt a hétköznapokban is lehet gyakorolni. Igen, így. Jó, ezt most nem mondjuk el neki, majd meglepőd. Még téged hadd kérdezzelek, hogy azért adtad oda anyának, mert hogy a késsel nem akartál bánni. Igen. Látom, hagytatok egy fogat. Igen. A te ötleted volt, hogy hagyjatok egy... Igen. Verekedés nem lesz szerintem, úgyhogy bennmarad éjszakára. Igen. Igaz? Igen. És hogy hult ki a többi? Arról tudunk valamit? Nem. Találjunk ki valamit, most gyorsan. Kiesett. Igen, hogy a biciklize? Igen, és elesett. Beesett az árokpark. Igen. Nézzük meg azt a tököt, ami biciklizés út közben beesett az árokparkba, és kiesett az összes fog. Igen. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Hadd nézzem meg, hogy állsz ezzel a csodálatos tökkel. Hát
Hát most kezdtük. Mi lesz ebből? Mert ebből most én nekem nem nagyon derült. Hát nem arcot fogok, hanem ilyen mintákat vágok ki, és akkor ez nem arc lesz, hanem ilyen saját tervezésű. És akkor ez egy divatosan mondva egy non-figuratív valami, ugye? Tehát ilyen áp. Igen. Kicsit megforgatnád neki? És miért emellett döntöttél? Hát azért, mert tavaly is voltunk, és akkor arcot faragtam, és akkor nem sikerült olyan jól. És láttam az interneten, és nagyon tetszett, viszont nem ugyanolyan lesz, hanem ezt én találtam ki. Saját tervezés. Igen. Benne van szíved, lelked. Igen. Jó, gratulálok hozzá, ügyes vagy. Rendről. Csak a nagyszülők vannak Szent Lászlón. A nagyszülő, aki egyébként ott van mögötted, szeretsz a mamánál? Igen, szeretek itt lenni. Miért jó itt? Gondolom nyarakat azért sokszor töltesz itt, ugye? Hát igen, hétvégénként gyakran leszoktunk jönni. Jó egy vidéki nagyi. Igen. Mitől jó egy vidéki nagyi? Kérdezem a nagyi. Vidéki nagyi? Az ő kedvükbe járunk, amit kérnek, azt csinálunk, és mi több mindent megengedünk a gyerekeknek, mint a saját gyerekünknek. Hetenként szoktak kijönni, két hetenként, három hetenként, két-három napra. Most van rövid vakációjuk, és most akkor itt maradnak 3-4 napig. Jó, akkor indítsunk egy mozgalmat, nem tudom, mit szól hozzá. Mindenkinek egy vidéki nagyit mozgalom. Lehet szól róla. Lehet. Akinek nincs, akkor azt fel kell vállalni. Plusz. Van négy unoká. Kettő van Veresegyházán, és kettő van Herende, úgyhogy... Itt elég. Köszönöm szépen. Helyek vagytok? Kaposvárról jöttünk. Kaposvárról, mert hogy milyen kötődés van ide? Anyukám, anyukája itt lakik. Anyukád, anyukája, nagymama. Igen. Jó, és akkor mutasd meg, hogy mit faragtok, mit rajzoltál. Hát, mi történt a fogaival? Nem tudom, hát ezt nem én rajzoltam. Ki rajzolta? Figyelj, mindenhol az van, hogy a hölgy a kitalálja, a férfiak meg megvalósítják, ez már te is gyakorlod. Hát igen, mondhatjuk. Sok foga van, vagy kevés? Hát Venomnak elég sok foga van, úgyhogy próbáltam sokat rajzolni neki, de eredetileg van nyelve, és nyelve is kilóg a szájából, csak hát az már nehezebb lett volna. Te is kaposvári vagy? Igen. Hogy tetszik itt Bakony-Szent Lászlón? Hát, szeretek itt lenni, mert mamám lakik itt, és nyaranként régen sokat voltunk itt. Hol a nagyi? Ott van. Igen. Asszony. Igen. Igen. Mert előbb indítottunk egy mozgalmat itt a másik nagyival, hogy mindenkinek egy vidéki nagyit. Legyen egy ilyen mozgalom, mindenkinek egy vidéki nagyit. Jó. Jó lenne? Jó lenne. Jó lenne. Mert van ám sok olyan, akinek nincs vidéki nagyja. Igen. Nekünk csak az van. Hát jó a nagymamánk nagyon. Igen, mindig jó volt a nyaralás itt. És ha szükség van rá, akkor mindig oda megy, ahol szükség van rá, Fehérvárra, vagy Budapestre, vagy Kaposvárra. Jó, ezért mondtam, hogy kell egy ilyen mozgalom. Akinek nincs vidéki nagyja, ő neki kell keresnünk egyet. Mit szóltok hozzá? Én támogatom. Majdnem, félig Budapestről jöttünk, de egyébként a Levente Vakony-Szent László, igen. Aha, tehát, hogy de egy család vagytok. Aha, tehát akkor te elszármazott vagy, akkor jól él. Így van, így már több mint, hát már is több a 20 éve Budapesten élek. Ott tanultam és oda költöztem, ott ragadtam végül is. Anyukám a Várszegi Márton Edith néni, ő egy híres, hírhet tanárnéni. És hát őt látogattuk meg egy hosszú hétvége alkalommal, és mondta, hogy van ez az esemény, és így jött az ötlet, és ezzel a készülékkel már többször csináltunk ilyet. Na akkor ezt mutassuk meg, mert itt más is készült szerszámmal, de ilyet még konkrétan nem láttam. Rezgő szerszám, és akkor mindenféle pengét rá lehet rakni, és akkor így, elég könnyen el lehet vele vágni a tökört. Fog meg!
Tehát így az egyenes vonalakra jó, de a nagyját ki lehet vágni, és akkor a többi finom munka pedig kézzel. Kézzel történik. Ja, hát ez így elég hatékony. Igen, azért késtünk, és muszáj volt bevetni ezt a szerszámot. Egyébként eredendően nem is jutott volna eszetekbe. De hoztuk. Hoztuk magunkkal, igen. Igen. Ön a nagyi. Vagyok a nagymama, igen. Tanító volt. Igen, meg jelenleg is tanítok. Most az idén mentem vissza tanítani, úgyhogy 10 órába, különben 12 éve nyugdíjas vagyok. És milyen szakterület? Matematika, fizika. Na itt képzelje el, hogy előbb is beszéltünk ott szembe egy nagymamával, és kitaláltuk azt, hogy indítunk egy mozgalmat. Az lesz a neve mindenkinek egy vidéki nagyit. Hát az nagyon jó. Nagyon jó, mert például volt olyan, hogy beteg volt az egyik unoka, és az orvos ajánlotta, hogy friss levegőre. És akkor lehozták hozzánk, és akkor itt volt egy hétig, és meggyógyult. Én vagyok az ötletgazda, majd a megvalósításon még dolgozni kell. Minden évben kijött egyébként erre a Tök Fesztiválra? Ha itthon voltam, akkor eljöttem többször, igen. Mondjuk a gyerekek most vannak itt először. Ön csábította? Igen, én mondtam, hogy úgy jöjjenek, hogy időbe ide érjenek, hogy ki tudjunk jönni. Jó egyébként, mint nagymama érzésként, hogy az van egy elszármazott, vagy több elszármazott gyermek, és ők úgy meglátogatják. Igen, szerencsére nyáron itt unokák is itt vannak, meg évközben, ahogy engedik az idejük, akkor jönnek, és szeretnek jönni. Kirándulnak, el vagyunk otthon, beszélgetünk. Mondtam is olyan, mint a olasz család, olyan zajos. Mert van egy harmadik gyerekem is, ott is van 3 kicsi unoka, de ők most nem értek rá. De ők is szoktak jönni, van, mikor együtt van az egész család. És akkor vagyunk 15-en. Jó, hát ehhez kívánok én sok-sok boldog évet, sok mosolyt és hosszú egészséget. Miért nézel rám ilyen ilyetten? Nem, fázol csak. Ja, fázol. Na, meséljetek. Mi készül? Van neve? Nincsen neve, csak egy ilyen hajas, ilyen tök. Hajas. Hajas? Mitől hajas? Hát, hogy hosszú haja. Ja, hogy az a haját akarja jelképezni, és van egy csillag tetkója a fején? Igen. Jó, de most kellem neki adni nevet. Kell? Igen. Hajas baba. Hajas baba, rendben, köszönöm szépen. Neked? Hát én sem tartom ki még nevet. Jó, de akkor mesélj róla, hogy gyakorlatilag te egy pókot próbáltál ott középen, az lesz? Aha, igen. Igen, de hogyha kivágod, ki fog esni? Nem. Melyik hát ott tartja két? Szóval gondolkoztál sokat? Vagy hol nézted, neten nézted az ötletet? Van vinnyén ez a plakát, aztán ott itt így láttam ezt a pókos. Igen. Jó, hagylak dolgozni, jó munkát! Köszönöm. A figurát azt valahol legyűjtötted, gondolom. Sokat gondolkoztál, sokat néztél utána, vagy a fejedbe? Nem igazából, ez mindig spontán. Hát internetről szoktunk nézelődni, de úgyse az lesz belőle, amit kinézünk. Tehát mindig éppen amilyen alkalom. Tehát, hogy ami a tökből ki lehet faragni. Tehát amikor faragod, akkor úgy kirajzolódik valami. Igen. Hát így mindig más tököt tudunk választani, a vastagságtól is függ meg az egész. Tehát az eszközöket is tekintve, ugye mindig más. Az ott az óra? Nem, ez egy ilyen fej nélküli alak lesz, igazából ez a kalapja, és itt pedig a teste. De ezt most magyarázd meg nekem, légy szíves. Nem látom. Én nem látom. De nem baj, mert én vagyok a béna, de ezt komolyan mondom, fordíts ide, légy szíves. Nem, ez ugye a kalapja, itt pedig a teste. Egy ilyen fej nélküli halloweeni alak. Ja, mert nincs feje? Igen. Hát ez tűnt fel nekem. Na és ti? Hát én ezt a mintát netről másoltam le. Ugye egy lány látható rajta pillangóba. Még nem hiszem, hogy összejön, de nagyon remélem. Tehát most úgy érzed, hogy lehet, hogy nem jön össze? Hát itt félek, hogy le fog esni a keze. Hozzunk valami ragasztót? Igen. Hol a pillangó? Mutasd meg, légy szíves. Látom. Ezt most látom. Ez elvileg nyúlnak készül. Hát egy interneten találtam én is a mintát, hogy
ott cica volt, én meg gondoltam, hogy valami nyúlhoz hasonlót próbálok faragni. Életemben először faragok tököt, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. De szerintem jó. Nekem tetszik. Köszönöm. De fontos egyébként, hogy itt vagytok, jó barátok vagytok, gondolom, amúgy is összejöttök, fontos, hogy mit faragtok, hogy itt vagytok együtt, dumálgatok, röhögcséltek. De nem, jó, ez csak, ha már itt vagyunk, akkor legalább már jól csináljuk. Ja, tehát akkor egy kicsit maximalista is vagy. Igen. Na és akkor te mondd el. Szerintem te állsz egyébként, most nem akarom ledegradálni a ti munkátokat, te állsz a legjobban. Hát igazából ennek az alaknak sincsen neve, ez egy ilyen csukjás ember. Tavaly nagyon sok volt a félelmetes, idén meg mindenki ilyen mosolygós, nonfiguratívat. Történt valami Bakony Szent László, hogy ennyire pozitív töltöttség van? Hát én úgy gondolom, hogy az időjárás miatt próbálják ezzel egy kicsit feldobni. Tavaly sem volt jobb idő. De ezzel nem kötekedni akarok. De én örülök neki, hogy kicsit vidámabb stílusban nyomjátok most idén. Úgyhogy le a kalappal. További jó munkát. Akartok még valamit mondani? Hajrá, Bakony Szent László, vagy valami? Hajrá, tök! Sokat keresgettél? Hát egy 5 perc. Az nem sok? Nem. Hamar megjön. Hamar, hál' Istennek. És hogy álltok? Hát alakul. Már majdnem teljesen kész. Most már... Látom, hogy kis fát is faragtatok rá, de jó. Meg egy szellem. És szemből pedig? Ez meg egy... templomszerű valami. Majd a végén meglátjuk, hogy... Jó, egyébként alakul közben, ahogy faragol? Tehát, hogy más lesz az elképzelés? Igen. Itt egyébként az a tapasztalat, most ezt téged kérdezlek, vagy neked mondom, az a tapasztalat, hogy a családon belül a hölgy, aki kitalálja, a férfi megvalósítja. Én a jóképzett segéderőnek a szerepét töltöm ebben az esetben, mert tökéletesen tudom neki fogni, hogy el ne mozduljon a faragás ideje alatt. De arra nagyon vigyázom. Így van. Jó, ez a lényeg, hogy jó érzés legyen. Ahogy csináljátok, akkor jó munkát kívánok nagyon neki. Nagyon szépen köszönjük. Mivel készültetek idén? Az idei rendezvény jóformán már teljesen hagyományosan a Sántik Laci féle langalóval van fényezve, és ez a központi témája az evés tekintetében. Jó barátunk Sántik László, aki két barátjával érkezik minden évben hozzánk, és isteni kemencés langalót süt. A programok tekintetében meg ugyancsak azt tudom mondani, hogy gyermekműsorokkal készültünk. A faragás eredményhirdetése 5 óra magasságában lesz, különböző csodálatos torta fődíjakkal, úgyhogy ezért is érdemes nálunk faragni. És ezt követően 6 órakor a Mintapénz zenekar fellépése lesz majd látható. A Mintapénz zenekar egy országos hírű csodálatos együttes, akik már másodszor lépnek föl Bakony Szent Lászlón a Tök Fesztiválon. Nagyon szeretjük őket. És az ő fellépésüket követi majd egy gyerekek számára nagyon vonzó karaoké diszkó, kifejezetten a kisgyermek korosztály részére számára összeállított programmal. Azt gondolom, hogy senki nem fog unatkozni, és körülbelül este 10 órakor fáradtan, de boldogan bízom benne, hogy zárjuk majd a Tök Fesztivál kapuját. És emlékekkel teli. Mindenképpen. Sok-sok emlékkel és nagyon sok szeretettel és boldogsággal teli délutánját. Így van. Jó, hát akkor nézzük, hogy mi történik ma itt. Hajrá, köszönöm szépen! Mikor kezdődött a Tök Fesztivál, még a szociális otthon előtt kezdtük az elsőt, és azóta majd minden éven itt vagyunk, igen. Sláger lett a langalló. Hát igen. Beszélj egy kicsit a langallóról, hogy mi ez tulajdonképpen. Hát ez a régi lángos tészta valójában, ez a kenyérnek a, tehát ami marad a kenyér tésztából, régen ezt a hagyományos rakott kemencékben téglán sütötték, és akkor egy fokhagymás vízzel vagy kis kacsazsírral kenték meg. Hát ez már a módosított változat, egy kicsit felturbozva, tejföl, kis békön, edámi sajt és lilahagyma kíséretébe készül, de ugyanaz az eljárás. Helyszínen dagasztjuk, tehát... Miért pont langalló?
Már a neve? Nem, hanem hogy miért pont ez lett a szerelem? Hát én, nekem a langoló gyerekkoromban, tehát egy gyerekkori álmom vált valóra. Nekünk a szülőháznál volt egy rakott kemence, és mondtam, én egyszer szeretnék egy igazi kenyér langolót enni. Mi nekünk nagyon nagy a baráti kör, és mi elég sűrűen összejövünk barátok. És egyik barátomnak csináltam egy rakott kemencét, de hagyományos eljárás, a téglán sütöttük. És nálam volt a buli, utca végén volt a sütés, és a gyerekek robogóval hordták fel. És hát felvetett a buli alkalmával az egyik barátom, hogy mi lenne, csinálnak egy mobil kemencét. Tehát ezt mi gyártottuk, saját készítés. És akkor lerajzoltuk, és akkor ezt megvalósítottuk, és akkor úgy elkezdtünk, tehát ez ilyen igazán baráti körbe járunk. Tehát nekem ez hobbi. Én vállalkozóként teljesen más irányba dolgozom, nekem ez egy úgymondott agymosás. Itt nem gondolkodik az ember, itt csinálja a dolgát és leereszt. Akkor helyes volt ez a megfogalmazás, hogy szerelem. Igen, 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 mondhatjuk azt is, igen. Itt pörgés van gyakorlatilag, most más vette ki helyetted a langodot, hogy bírod? Hát tegnap egy nálunk, mi Rédéről jöttünk, tehát körülbelül 15 kilométerre van a falu, hát ott tegnap egy Szeretlek Magyarország itthon rendezvénysorozat keretén belül egy falu disznótoros volt, pénteken vágtunk egy 300 kilós körüli sertést, és tegnap volt hurka kolbász, tehát ott hajnal egyig ott pörögtünk, segítkeztünk, mert mi van egy baráti kör, aki azért ezbe. Tehát mi mindig úgy járunk, tehát itt is a barátom és a felesége jön velünk, meg a lánya, ő most egy cukrásztanuló, meg hát mi csináltuk a kemencét, tehát igazán ő a lakatosiparos, tehát ő volt a kivitelező, meg a megálmodója. Fontos ez egyébként, hogy az embernek ilyen jó baráti kapcsolatai legyenek? Hát, számodra igaz? Hát nálunk nagyon nagy a barát, tehát egy születésnap 120 ember. Kacor Feri, tehát azért nem kell többet mondani, tehát azért igen, tehát itt van egy tízes kemény mag, akit akár a polgármester megszólítatott, az a 10 ember az mindig hadra kész. De gondolom, hogy mindenféle területen, tehát hogy a közért is gyakorlatilag. Igen, igen. Hát például egyházi tábor van, akkor minden éven nálunk a faluban egyházi tábor, egyhetes tábor minden pénteken, tehát amikor vége van a tábornak, akkor automatikusan délre mi kenyérlángos sütünk a gyerekeknek. Tehát azt nem tudjuk kihagyni. Hát ez a Tök Fesztivál is tegnap lett volna, csak mi vagy nálunk volt ez a Szeretlek Magyarország itthon rendezvény, ezáltal áttették azért mára, hogy bemondták, Tök Fesztivál nincs langaló nélkül. Ennyi. Yeah, igen. Jó, hát ehhez kívánunk neked sok kitartás, egészséget. Köszönjük szépen. Köszönjük. Apád a kisfiam, hogy lesz, ő fog vele indulni, hát próbálunk egy boszorkányt kihozni belőle, meg még kiderül, milyen figurák kerülnek, hát nem tudom pontosan is, hogy... Akkor te is úgy ültél le gyakorlatilag, hogy még nem tudtad, hogy mi lesz. Itt jön az ihlet. Igen, igen, itt jött az ihlet, ugye, ahogy te mondod. Ha, igen, igen, igen. Mi nem tudom, milyen lesz pontosan. De már adja a formáját. Ja, már alapul. Bakony-Szentlászlóiak vagytok? Ről jöttünk mi. Honnan még egyszer? Én. Igen, nagy. És hol hallottatok a rendezvényről, hogy van kötődés van ide Bakony-Szentlászlóra? A nővérem, ő fodrász, és volt neki tegnap egy vendége Szentlászlóról, és ő mondta, hogy jöttek fesztivál lesz. Akkor ez egy spontán dolog volt szintén. Igen, igen. Jó, köszönöm szépen. Forgáztunk, aztán jöttünk utána ide. Hát sziasztok, itt az előbb a párodat már kérdeztem, külön tökkel indultok. Igen, igen, a kislány indul vele majd. Ő vele meg majd a kisfiú. Boldog tök lesz. Boldog tök lesz, idén elég sok a boldog tök, épp előbb ezt megállapítottam egyébként. Hát, boldogak a gyerekek, biztos. Te is segítettél anyának valami? Kitaláltam, hogy kéne ide rá egy szív. Azt te találtad ki? Na hát akkor most mindenkinek üzenjük, hogy mindenhol egy szívet. Az jó lenne? Igen. És hogy jött ez a gondolat neked? Úgyhogy gondoltam, hogy szebb lenne itt egy szívvel. Mert hogy mit sugal neked a szív? Úgyhogy szép a szív is. És meg a benne a szív is szép, és jó lenne egy szívvel. Mi az, hogy egy szívet valahova feltesznek? Szerinted mondd el a te gondolataiddal. Szeretettek. És fontos a szeretet? Igen. És kit szeretsz a legjobban? Az anyuk meg a apát. Nagyon szép. Jó, hát...
Te tényleg szereted őket, és ez nagyon bölcsületes. Jó. És jó itt lenni, Bakony-Szent László? Jó, hogy eljöttetek? Igen. Kettő kislányom van, meg a férjem is itt van. És te faragod a tököt, a férjed? Igen, ő is faragott, már ők már odavitték a... Hoppá-hoppá! Odavitték a verseny színhelyére. Csilla van a tetején. Még egyszer mondd el, mert... Csilla van a... Szív van a tetején, meg... Meg csillag van a tetején. Csillag meg szív? Igen. Jó, és akkor mesélj nekem, mit előbb a kislánytól is megkérdeztem, hogy a szív neked mit jelent? Mesélj róla. A pirangó a jelem. Jó, és a szív az mit jelent? Az a szív, ahol zobog a szívünk. Mert... Szeretjük egymást, igaz? Ezt jelent. Igen. Igen. Uh-huh. És kit szeretsz a legjobban? Anyád meg a teszod, meg a apát. Jó, nagyon ügyes vagy. Jó, de akkor már beszéljünk egy kicsit, ami itt van nálatok. Elég nagy műgonddal csinálod te is. Hát igen, már itt volt, akikkel az előbb beszélt, ő az öcsém, ő már őnek is csináltam annak idején, amikor ő is kisebb volt, úgyhogy nálunk ennek már nagy múltja van. Az, hogy mit faragtok, azt itt találtátok ki, vagy már otthon gondolkoztatok? Tegnap néztünk videót a YouTube-on, és onnan merítettünk ötleteket. Jó, hogy akkor még a mozdulatokat is kilestétek, ugye? Még csavarhúzót, krumplipucolót, kést, igen, úgyhogy onnan néztük a tévébe. És te meg segítettél kiszedni a töknek a belsejét. Igen, szívő van. És ott a szívek meg a nyálak. Mutasd meg a kivágott szívet, hadd nézzem. Fordíts meg. Na jó van, akkor további jó munkát. Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Találta ki, hogy mi legyen rajt? Melyik őtől? Közös terv. Igen, összeültetek tegnap? Most. Pár szót róla, hogy mi lesz ez? Elvileg egy koponya. És Halloween. Az világos. Lesz neve? Jancsi. Még egyszer mondd ezt, légy szíves. Jancsi? Igen. Miért? Csak úgy. Drukkolunk Jancsinak. Köszönjük. Kicsit fordítsátok már ide, légy szíves a kamerának. Nézzük meg, hogy milyen ábrázata van. Mi történt ezzel az emberrel? Mi történt Jancsival? Kicsit. Itt az előbb volt egy olyan, aminek csak egy foga volt, és ő azt mondta, hogy elesett biciklivel. Segény. Neki felgyulladt a háza, és elégett a bőrök képéről. Fontos az egyébként, hogy helyezést érjetek el, vagy miért vagytok itt? Annyira nem. Mindent megteszünk. Ha nem jön össze, akkor nem jön össze. Együtt vagytok. Igen. Igazából csak a hangulatért jöttünk el. Ide valók vagytok, Szent László? Igen. Közel. Jó, nagyon szépen köszönöm. Szoktunk a Bakonyba járni. Aztán itt láttuk, tehát tavaly már voltunk, most idén is úgy döntöttünk, hogy ez egy jó szórakozás. Igen, szoktatok a Bakonyba járni, említetted, kirándultok, túrázgattok? Túrázgatunk és meg Fenyőfön szoktunk megszállni, ott egy ismerősömnek a házába, ott szoktunk megszállni és pár napot el vagyunk mindig. Miért jó a Bakony véleményed szerint? Csend van és nyugalom. Meg szoktam néha-néha kérdezni, és akkor most tőle is megkérdezem, hogy Bakonyi ember, mint olyan. Látsz különbséget? Bakonyi ember, meg alföldi ember, vagy? Talán nyugodtabbak. Mi nagyvárosiak vagyunk, és ugye azt szoktuk meg. Vágytok egyébként vidékre, mint nagyvárosi? Igen. Többször megyünk. Ide is szoktunk menni, másfelé is elmegyünk, ahol csend van, nyugalom van, így hétvégente.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és jó szórakozás. Köszönöm. Vett az Egyesület 100 darab tököt, igyekszünk beosztani, alapvetően a gyerekekről szól ez a műsor, nem a felnőttekről, és akkor akik jönnek, azoknak a gyerekszám függvényében adunk mindenkinek. Szeretnénk, hogyha elfogyna, mert a gyerekekért van, és jó verseny lenne ennek ellenére. Igen, és látom, hogy alig van már tökét. Na, már meg lehet számolni, már 20 alatt van. 14. Tavalyi évhez képest? Tavaly évben széthordták, és azért mondták, hogy jobb, hogyha valaki ránéz. És hát éppen, mert már korábban beszéltünk, és aki szervezi, megkért bennünket, és elvállaltuk, és igyekszünk neki megfelelni. Ennyi, de hát ez nem egy nagy teljesítmény. Jó, de hát mégis egy érdekesség, hogy azért így van. Tényleg elértem, mert mindenki megfaragta, gyönyörű szép alkotásokat láttam már eddig, zsűrizik. Aztán különböző technikákat használnak itt, úgyhogy legszívesebben bebeveztem volna. Jó, hát ez most kimaradt. Szóval jövőre. Jövőre. Jó, köszönöm szépen. Majd elhozom. Már hello, sziasztok, éppen megy a tökpustra gyakorlatilag. Mi a tapasztalat, milyen tökök születtek? Nagyon kreatívak, nagyon nagy munkából kifaragott tökök születtek, szépek. Nagyon kreatívak itt az emberek és sokrétűek. És egyébként hogy lehet ezt eldönteni? Mi alapján döntetek? Hát elsősorban a kreativitás, két külön díjasuk lesz, azt kreativitás alapján döntöttük el. Az első három helyezettet pedig, hát aki a legtöbb munkát, legtöbb energiát fektette bele, hogy egy töklámpást készítsen. Úgyhogy hát nagyon sokat tépelődtünk rajta, de hát megszületett a döntés. Mondjuk azt, hogy muszáj volt dönteni. Így van, muszáj volt, és mi döntöttünk. Jó, hát akkor további jó munkát, folytassátok nyugodtan, nem zavarlak benneteket. Köszönöm szépen. A 28-as több hamburger készítője, Bújtó Noel. Gratulálok, én Párhatja díjat. Külön díjat kapott egyéni kreativitásáért a 26-os több Fekete Cica készítője,
szép, a frenetikus mintapés zenekar elművön zenés előadása, a kész mintacirkusz. Zenekar öltözőjébe. Te vagy a zenekar vezetője, úgy tudom. Hogy igen. Ad, vezetek mindent. Áramot, háztartást, autót, zenekart. Mi történt veletek az elmúlt egy évben? Mint a pénz, úgy elszalad. Na jó, változunk vissza valami értelmesi, mert teljesen másik a jelmeztől, nem? Ugye megváltozik az arckifejezése. Mielőtt még a bálna beszélne valami bálna hangon, bemutatnám a folyton elő Lady Kottmeyert, aki a zongoristánk. Aztán ott van a óláján frazírozó légi balettező, aki fuvolázik és gyönyörűen énekel, meg a Gabi bácsit, aki most nagyon akaratoskos, ő a basszus hangokon blumogó hangmágus. Igen, hát így vagyunk mi. És van még egy... Hát igen, nos, így vagyunk mi öten. Az elmúlt egy évben nagyon sok minden történt velünk. A legfontosabb az, hogy talán elkészül talán évvégére a második nagy lemezünk. Egy új klippel is kijövünk a karácsonyi időszakra. Karácsonyi kívánság lesz a dal címe, tehát egy igazi karácsonyi dalt fognak látni és hallani a gyerekek, méghozzá a, nem tudom, ki szabad-e mondani, hogy M-mel kezdődik és Inimaxra végződik a csatorna neve, ahol játszani fogják ezt a dalt, de aztán ugye megtekintettük az interneten, meg a YouTube-on is, és hát kíváncsian várjuk, hogy mit szólnak hozzá, hiszen a második nagy lemezen 12 dal fog szerepelni. Nem mondjuk el, hogy milyen, hát ha mögött történik valami? Nem, az ég adta világon semmi. Semmi, jó. Tehát 12 dal fog szerepelni a lemezen, köztük olyan dalok is, amiket már hallott a közönség, készültek róla klippek is, de a teljesség igénye nélkül most egyiket sem fogom elmondani.
legyen meglepetés. Barna Barnabás, mutatkozzál be szépen, Barnabás. Barnabás vagyok. Vele fogsz beszélni. Ennek kimondott a névleg, szeretettel üdvözöllek téged, és tavaly is jól sikerült a riportra, emlékszem, hogy tehát, hogy összhangban vagyunk teljes mértékben. Örülök neki, hogy itt vagyok veletek, és ez így jó. Tehát arról beszéltünk, hogy mi történt veletek az egy évben, te medve lettél. Megmedvésültsettem. Majdnem 5 évvel ezelőtt jelent meg az előző lemezünk. De dolgozunk, és jól érezzük magunkat, és jó a csapat, úgyhogy remélem, hogy majd az emberek tetszését is elnyeri, azért dolgozunk, hogy tovább vigyük ezt a humoros, remélhetőleg egyéninek tűnő, vicces, de azért elgondolkodtató, tartalmas kis produkciónkat. Nagyon szép kerek mondat volt, karácsonyról beszéltél. A karácsony az egy komoly ünnep. Hogy fér az bele a ti imázsotokba? Szerintem a karácsony nem komoly ünnep, már bocsánat. Szeretett ünnep, az egy komoly dolog. Szeretett ünnep, de én mondjuk mindig úgy élek, mint hogyha karácsony lenne, tehát szerintem ez nem csak akkor karácsonykor kell jó lenni, meg úgy megsimogatni egymást, meg ilyesmi. Ezt üzened a gyerekeknek is, ugye? Egy kamerába, hogyha... Őleg a gyerekeknek üzenem, hogy minden nap karácsony, gyerekek, jó? És szerintem egyáltalán, tehát mondjuk például, hogyha külföldre megy az ember, akkor egyáltalán nem veszik ezt ennyire ilyen hogy karácsony, és akkor jajaj. Hanem ott, tehát, hogy az angol is mondja, hogy Merry Christmas, hogy Week karácsony, és ez nekem sokkal jobban tetszik egyébként. De például az új videóklip, amit most készítünk, és animációs klip lesz, és tök jó, mert én rajzolom például, és egy aranyos srác pedig animálja, hogy az például karácsonyi kívánság, és az is egy nagyon vicces történet lesz. Tehát szerintem bele lehet ebbe venni, úgyhogy ettől nem félünk, hogy kevésbé lesz mosolyt fakasztó produkció. Azt tudjátok milyen, amikor ki dacos? Az a fiatal ember nagyon jól tudja, gyere velem, légy szíves. Itt Spider-Man, Felix Spider-Man jelmezben. Tapsoljuk meg ezt a bátor önképtelen, ez a fiatal ember. Mutatkozzál le, mert mi nem ismerünk. Armin! Armin! Na Armin, mutasd meg ezeknek a gyerekeknek itt a Vintapinty cirkusz poronyán, hogy milyen az, amikor dacos a gyerek. De az előbb nem ezt mutattál valamilyen, úgy máshogy állt a fejed. Nagyon félelmetes, igaz? Jó, köszönjük szépen, nagy tapsot neki! Oh, no, that's the world.
Ez a kicsike pelet, kóci hője ne.